Sziasztok! Van egy álmom. Riportot szeretnék készíteni olyan emberekkel, akik számomra érdekesek, és akiknek olyan értékeik vannak, ami engem megmozgat. Nem tudom, hogy kit mennyire fog ez érdekelni, engem biztosan, és nagyon remélem, hogy azokat is, akikkel beszélgetek. Az első alanyom a fiam. És nagyon érdekes élethelyzetbe került. Bizonyos döntései folytán, egyébként hiszem, hogy mindenki a saját döntései folytán kerül helyzetbe. És ő egy olyan életet választott, ami rengeteg utazással jár. Szeretném először is egy kérdés. Gondoltak volna, hogy ez ennyi utazással jár? Nem igazából. Tényleg nagyon sok az utazás benne, de igazából érdekes. Minden szempontból érdekes ilyen helyzetbe kerülni. A kérdés, ami mindig mozgatott ezzel kapcsolatban, hogy kilépni az ismeretlenbe, az idegenbe. Az a döntés, ami ehhez a munkahelyhez vitt téged, az egy nagyon drasztikus döntés volt. Tehát igazából minden szinten egyik pillanatra a másikra kilépni az ismeretlenbe. Én tudom, hogy én hogy éltem meg. Akarsz erről mondani pár szót, hogy te hogyan? Igazából eleinte nehéz volt, már maga az a helyzet, hogy ilyen messzire elköltözni mindent, amit ismersz, és az, hogy úgy belekerülni valamibe, ami igazából nem egy normális dolog. Szóval alapvetően az, hogy kiszakadsz a komfortzónádból, és olyan helyekre mész, amit nem ismersz, folyamatosan, a világ környező országaiba, ahol teljesen ismeretlen emberekkel találkozol. Egy olyan élmény, ami igazából leírhatatlan. Szóval minden nap más emberrel találkozni. Minden nap mást megismerni, és mégis ugyanazt csinálni folyamatosan. Szóval van benne egy olyan rész, ami igazából változik. Folyamatosan változik. De van benne egy olyan rész, ami ugyanaz. Ugye ezt lépésekben lehet felismerni, lehet így elmondani, hogy elmenni egy ismeretlen helyre, találkozni ismeretlen emberekkel, megismerni őket. Aztán, amikor mindenki elvégezte a dolgát, hazajönni, és soha nem találkozok velük többet. Ugye itt alapból az a kérdés merül fel, hogy lehet ezt elviselni. Hogy lehet azt feldolgozni, hogy megismersz valakit, és nem látod többet. Ez egy nagyon nehéz dolog, de ott van az, hogy mindig valami úgy történik, mindig valami inger ér. És marhára nem egyszerű, viszont marhára élvezetes. És ezen nagyon nehéz megküzdeni, nagyon nehéz hozzászokni, de mégis egy szenzációs dolog. Azt látom, hogy sok olyan kapcsolatod alakult ezáltal, ami egyébként nem lett volna, nem lehetett volna. Azt gondolom, hogy ez alapjában véve mindenkinek nagyon gondoló lehet. Mert a csoda valahol ebbe van, hogy kilépsz, csinálsz valamit, és aztán abból is kilépsz, tehát visszalépsz az életedbe, és jön egy másik valami. Tehát tulajdonképpen olyan, mintha elhagyhatnád az életedet kicsit. Kipróbálod, hogy mi van ott, igazából a munkára tétje. Tehát úgy tűnik, hogy a munkára tétje, mert azt kell jól csinálnod, azt csinálod. És olyan, mintha a kapcsolataidba, amit ott építesz, nem kéne, hogy foglalkozz vele, mert nincs következménye annak, hogy mert kilépsz belőle. És ugyanakkor én mégis azt látom, hogy a munkád a másodrendű ebbe, összességibe, és az a lényeges, amiket ott kiépítesz, mert látom a hatását.
és én csodaként élem meg azokat a dolgokat, és amilyen kapcsolatokat kiépítesz ott, akár vevővel, akár kollégákkal. Igen, ezek a kapcsolatok egyrészt nagyon, nagyon közeliek attól függetlenül, hogy, hogy nem sok idő az, amit eltöltök ezekkel az emberekkel. Másrészt viszont nagyon közeli, mert mind a ketten valamivel gazdagodunk. Ő találkozik egy olyan emberrel, aki teljesen más nyelvet beszél, más országból jött. Én megtalálkozok egy olyan emberrel, aki emberként kezel. Annak ellenére is, hogy nem kötelező neki. Szóval ő kezelhetne engem úgy, hogy hát, jó van haver, itt vagy, csináld a dolgod és leszarlak. De lehet ezt úgy is, ahogy nagyon sokan csinálják, hogy foglalkozik velem, intézi a dolgaimat, elhív vacsorázni, stb. Mindannak ellenére, hogy nincs rákényszerítve. Ugye ez alapvetően az emberi kíváncsiságból jön. Szóval ez az, hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy 2000 kilométerre tőlem hogy él egy másik ember. Szóval mindenki kap vele valamit, de mindenki nagyon sokat veszít vele ugyanabban a pillanatban. Mert ugye az esetek 90%-ában ez úgy néz ki, hogy nagyon, nagyon közeli kapcsolatba kerülünk. De pont azért, azok miatt a különbségek miatt. Ami ugye nekem, mint magyarként, vagy neki, mint orosz, vagy bármilyen más nemzetben élőként elkavarodtam. Szóval nem egyszerű senki. Igen, tehát önmagadat adod, de szerintem ők is azért, mert tudják azt, hogy ez szinte megismételhetetlen dolog. Tehát igazából olyan, mintha nem lenne tétje, és ilyenkor az ember önmagát adja. Tehát nekem ez ezt jelenti. Egyébként én azt gondolom most így, szóval engem nagyon érdekelni, nagyon szeretném, hogyha majd úgy elmondaná pár történetet, de én most egyet mondanék el, ami nekem a legtöbbet jelentette ebbe az egész dologba, amikor volt a török pucs kísérlet, történet jellegű dolog. És tehát az, amikor tehát én mondjuk itthon voltam anyaként, és hajnalban egy telefon, hogy anya négy egy mögkáz van Törökországban, de minden rendben van. És én nem tudtam erről semmit. És akkor ugye volt egy robbantás, de te már 2 órával túl vagy azon, igen, de szóval hát később. Az egésznek az a lényege, kiérkeztem Törökországba, és elindultam a hotel felé. 2 órával később folyamatosan csörgött a telefon. Mindenki hívogatott. És már kezdtem ideges lenni, ugye utazás nagyon sok feszültséggel jár, nagyon-nagyon nehéz kezelni olyankor. Az ember már menne, lefeküdne aludni, vagy legalább pihenne egy kicsit. És folyamatosan csörög a telefon, marhára idegesítő. És mindenki azzal hívott fel, hogy jó vagy, minden rendben. Persze, minden rendben, jó vagyok. Hát csak utaztam, most repültem én már korábban is. Jó, rendben, oké. Okay. És mindenki így le is tette a telefon, tök nyugisan, nézé. És akkor egyszer csak felhív főnököm, Rajos, minden rendben. Persze. Figyelj, nagyon faszom minden, csak már jó lenne, hogy ezt a rohadt telefont elfelejteni mindenki. Miért, mi van? Mindenki engem hívogat, hogy jó vagyok-e. Ja, te nem tudsz róla? Miről? Hát igazából felrabbantották az Atatürk repteret. Aha, az mondjuk van. Én már nem voltam ott szerintem. És akkor mondja, hogy igen, valószínűleg egy pár órával előtte jöttél. Na jó, ez a sztori lezajlott, tök nyugisan minden, mármint nekem. Ezek után nagyon hálás voltam, hogy nem voltam a reptéren. És ugyanaz alatt a kiutazásom alatt, az egyik nap bementem dolgozni. Szerintem ez egy csütörtöki nap volt. Örültem is neki, hogy jó, holnap már utolsó nap, nem kell dolgozni, majd iszél hétvégén. És lefeküdtem aludni. És olyan éjfél körül felhívott az egyik török kollega, és mondta, hogy véletlenül sem menj ki az utcára. Nagyon nagy probléma van, de le kell tennem, mert nekem is van családom, nekem is intéznem kell a dolgaimat, és akkor kérdeztem, hogy mi történt. Nem tudom. Már nem mondott semmit. Nem azt, hogy nem tudom, nem mondott semmit. És mondta, hogy le kell tennie, véletlenül sem menjek ki az utcára, mert nagy probléma van. Jó. Rendben.
Egy 2 perc múlva jött a másik török kollega, és ő is mondta, hogy nehogy kimenj az utcára, már nagy probléma van. Én már visszafelé tartok a gyárhoz, de még vissza kell mennem Isztambulba a családomért. És akkor így nézek, mondom, mi lehet akkor a probléma, hogy így felhívnak, és Isztambulba visszamegy a családjáért. És akkor kérdezem, hogy mi van. Figyelj, nem mondhatok semmit telefonban, majd megbeszéljük, hogyha ott vagyok. Kimentem az erkélyemre elszívni egy cigit. És így nézem, hogy tankok vonulnak el az izé a hotel előtt. Mondom, itt valami tényleg nagy baj van. Lementem a recepcióra. Ott egyből elkezdett fel mordibálni a recepciós, hogy fel azonnal a szobádba, ne menjél ki az utcára. És kérdezem, hogy mi történt. Hát pucs van, megpróbálják megdönteni a török kormányt. Hoppá, mondom, az igen. Hát, jó van. Mondom, most mit csináljak? Hát, visszamentem a szobámba. Tök nyugis, hogy hát, ha nem lőnek le. És utána egyből hívtam mindenkit, hogy nincsen probléma, jól vagyok, minden rendben. Majd másnap reggel az egyik kollega megérkezett a hotelhez, az, akivel előtte este beszéltem, és családjáért visszament. És azt mondta, hogy az első, hogy csinálunk egy képet, és fel kell raknom Facebookra, hogy a családom tudja, hogy jól vagyok, és nincsen semmi probléma. És zseniális, szóval szenzációs így utazni, hogy ennyire odafigyelnek rád, meg ennyire vigyáznak rád. Mert nekik tényleg nem lett volna semmi érdekük az, hogy szóljon, Így hogy van. haver, baj van. Így van, és ehhez én még annyit mondanék, hogy gondoljatok bele abba, amikor mondjuk itthon vagy anyaként, és nem tudod, hogy mi a helyzet. És valahol a világ végén valaki másnak, akinek egyébként semmi érdeke nem fűződik ehhez a dologhoz, fontos az, hogy annak a másik embernek van anyja, van családja, és nyugodjon meg. Szóval én nekem akkor ott végem volt, én teljesen kész voltam, és elmondhatatlanul hálás voltam Istennek azért, hogy vigyáz a fiamra, és olyan emberek közé viszi. No, nem nagyon akartam én ebbe az irányba elvinni a dolgot, de ez úgy hozzátartozik, muszáj. Technikai részeket kérdeznék. Mert hogy ugye én jártam már repülőtéren, úgy kívül, Én is jártam már a repülőtéren kívül. Akkor szoktam a legboldogabb lenni, amikor már kívül vagyok. szóval azért az se lehet semmi jó, mondjuk tudom, te férfi vagy, én meg szőke nő, tehát ez azért benne van a pakliba, igen. De az, hogy oda kerülsz, odaérsz egy repülőtérre, jó, még Ferihegy, oké, okay, mondjuk Liszterem, jó, tehát máskorban élünk. Ott azért esetleg meg is tudod kérdezni, mondjuk te máshol is meg tudod kérdezni. Szóval, hogy milyen nehézségekkel szembesülsz, amit mondjuk úgy elmondanál olyanoknak, akik még nem utaztak, vagy kevésszer utaztak. Mi az, ami nehéz? Mi az, amire figyelni kell? Mi az, ami szempont egy ilyen utazásnál? Hát az első dolog az, hogy mindenképpen reptérre 2 órával repülőgép indulása előtt meg kell érkezni. Olyan nincs, hogy majd én gyorsan átmegyek a biztonsági ellenőrzésen, még Ferihegyen, oké. Okay. Vannak olyan repterek, például Manchester, ahol ha 3 órával hamarabb odaérsz, akkor is lekésheted simán a gépet. A második dolog az, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy mi van a táskádban. Semmi szúróvágó eszköz nem lehet. Most jött be egy új törvény, ami nagyon nehezíti a munkánkat podgyászba, mármint kabinba, amit felvihetsz csomagba, nem lehet 1,5 méternél hosszabb kábelt berakni. Ami Mert hogy? nem tudom miért, ez most ebben az évben él, innentől kezdve csak, hát vannak olyan légitársaságok, amik még elfogadják, nem fognak érte szenvedni, de igazából ez biztonsági ellenőrzésen megfogják egyből. Zipó gyújtó. Az felejtsük el. Zipó után töltő még csomagba se, amit a repülőgépre nem viszel fel, hanem részébe csomag, na, amit becsekkolsz csomagot. Abban nem lehet semmi ilyen. Ne tankoljál azelőtt, mielőtt bemész a reptérre, mert nagyon hosszú idő lesz a biztonsági ellenőrzés. Mi az, hogy nekem folyt? Leszokták csekkolni azt, hogy valami robbanószerhez hozzáértél-e. Ja, és a gőze A benzingőz az. édes keresztanyja. Jártam már így.
másfél órán keresztül vártam arra, hogy mehessek. Le kellett csekkolni azt, hogy milyen anyaghoz értem hozzá. Szerszámos láda az egy veszélyes dolog. Ott ugye megvannak a szabályok, hogyha akus fúrót viszel, akkor az aksit meg a fúrót külön kell tartani. A szerszámot nagyon sok reptéren külön helyen kell leadni, amivel ugye megnő az esélye annak, hogy elkeverik a csomagodat. Meg két külön helyen adod fel a csomagodat, két csomagot adsz fel, de a normál check-in pultnál egy csomagot adtál fel, és például Angliában csomagellenőrzésnél adják fel az ilyen túl nagyméretű csomagodat. Ez nem csak szerszámosra vonatkozik, ez nagyméretű csomagokra is vonatkozik ugyanúgy. Megvan szabva az, hogy mennyi lehet egy csomagnak a súlya, ez légitársaságtól függ, mindenhol változik. Ez ugye maga még a check-in rész, hogy mire kell odafigyelni, mielőtt egyáltalán a repülőtérre bemész. Hogyha odaérsz a repülőtérre, és becsekkolsz, nem kell rohanni, nem kell lögdösödni, nem kell kitúrni a másikat, fel fogsz jutni a repülőgépre. Ha 2 órával hamarabb odaértél a repülőtérre, akkor onnantól kezdve a becsekkolás ideje, az a 2 óra, ez arra való. Szóval nem kell félni, nem fogod lekésni a gépet, nem kell bunkónak lenni a másik emberrel. Mert amúgy marhára idegesítő tud lenni, hogy még két csomaggal vagy, és még hátulról lögdösnek, hogy haladj már, én mennék. El lehet szívni azt a cigit 10 perccel később is, nem kell problémázni, átmész a biztonsági ellenőrzésen is 5 perc alatt. De csak abban az esetben, hogyha nem vagy bunkó. Mert amúgy minden reptéren kiírják, hogy hogy kell a biztonsági ellenőrzésre megérkezned, amit ajánlok. A zsebeidnek teljesen üresnek kell lennie. Kabát nem lehet rajtad, hosszú szárú cipőt le kell venni. De ha szeretnéd segíteni az átjutásodat és más emberek életét is könnyebbé akarod tenni, akkor mindent a zsebedből beraksz a kabát zsebedbe, hogyha van kabátod. Azt berakod egy külön kis ládába, és akkor nem kell szenvedned. Szépen azt kiveszed, amikor átértél a biztonsági ellenőrzésen, és mész tovább. Semmi extra nincs vele. Ha ezeket nem tartod be, akkor körülbelül egy fél órát ott fogsz szokni azzal, hogy pakolod ki a csomagodból a cuccokat. A laptopot külön ládába kell rakni, meg a táskát is. Szóval az ilyenek, hogy egy ládába pakolod az övet is le kell venni. Egy ládába pakolod az övet, kabátot, stb. Az ilyen apróságokat. A következő ládába megy a táskát. És a következő ládában majd egy laptopod, meg a többi elektromos eszköz. Viszont, hogyha laptopod van, és több laptoppal utazol, akkor külön ládába teszed a két laptopodat. Azért, hogy át tudják vizsgálni. Mert ugye megröngeneznek mindent, amit átküldenek a kapun. Amikor ezeket a biztonsági ellenőrzésre bepakoltad, utána mész át egy fémdetektoron, ott szépen lecsekkolják, hogy értél a robbanószerhez, stb. Megmutoznak, és utána átküldik a csomagodat. Ha nem érkezik meg a csomagod arra a pályára, ahova leadtad, akkor az azt jelenti, hogy találtak valamit a csomagodban. Na, ilyenkor jön az a rész, hogy ki kell pakolnod a csomagodat. Nem kell megijedni, nincs semmi baj. Két rendőr ott lesz és figyeli végig, hogy mit pakolnak ki a csomagodból. Nem is pakolnak ki addig, amíg nem érsz oda, szóval megkérdezik, hogy ki csomagja, odamész, megmutatod, kipakol, stb. 100 ml folyadékot vihetsz maximum. Ezeket kis tasakokba kell bepakolni. Szóval nem úgy működik, hogy van egy csomó kozmetikai cuccom, az behányom egy ládába, és akkor... hanem szépen fogsz egy kis nejlonzacskót, amit amúgy adnak, és nem kell előre készülni vele. Abba belepakolod a cuccodat, és mész tovább. Utána bekerülsz a duty free zónába, ahol tudsz vásárolni mindenféle lomot. Igazából minden olcsóbb ott, szóval... Például ilyet. Az még nem duty free zónás volt, az nem, még előtte. Akkor nem ilyet, ez utána vagy előtte. Szóval ott tudsz venni mindenféle piát, elektromos cuccokat. Igen, hogyha... Szóval... Innivalót nem tudsz bevinni a biztonsági ellenőrzésen. Ez 100%-ig biztos. Nem kell megijedni, a reptéren tudsz venni. Amikor már bekerülsz a biztonsági ellenőrzés után a duty-free zónába, onnantól kezdve tudsz venni magadnak. Nyilván drágább, ezek drágábbak. Szóval amit ott úgy meg tudsz inni, az drágább. De amit veszel, úgy duty-free, ugye azért duty-free, mert vámmentes. Bármit veszel ott, nem kell levámolnod, az azért már fizettél. Viszont azt meg nem mondhatod fel, addig, amíg el nem hagyod az érkezési, szóval ahova mész, azt a repülőteret el kell hagynod, utána bonthatod fel. Ja, addig nem. Addig nem.
mert ezt berakják egy duty free táskába, ami ugye azt igazolja, hogy ez egy duty free, és azt le is pecsételik, hogy ne bírja berakni semmit. Szóval akkor duty free, hogyha bontatlan az a cucc. Nagyon sok országban nincs dohányzó repülőtére, ami egy marhára idegesítő dolog. Például egy orosz kiruccanás, amikor át kell szállnod, az kegyetlen. Ott, ugye, aki úgy utazik, hogy átszáll, és nem a, ugye a vízumköteles országokról van most szó. Mondjuk utazol, mit tudom én, Koreába, ami nálunk vízumköteles, nagyon sok országnak nem. Utazol Koreába, és Oroszországon keresztül szállsz át. Ugye két opciód van, vagy Dubajon keresztül mész, vagy Oroszországon keresztül. Na most, orosz vízumod nincs. Nem mehetsz ki a terminálba. Azért, mert hogyha elhagyod a terminált, onnantól kezdve orosz felségterületen vagy a repülőterek, azok ilyen szempontból semleges zónák. Szóval ott elmehetsz Moszkvába vízum nélkül, de a repülőteret nem hagyhatod. Ez ilyen olyan dolog, hogy ez ugye a dohányosoknak fontos, hogy nem gyújthatsz rá. Egy 8 órás úton keresztül nem gyújthatsz rá. Ezt bele kell számolni. Vagy úgy utazol, hogy több átszállással, és akkor van időd rágyújtani, vagy beleszámolod azt, hogy nem fogsz rágyújtani 8-10 órán keresztül. Ugyanez igaz az amerikai utakra is. Az USA-ban vannak dohányzó helyek repülőtéren, viszont ott az elég hosszú az út, ott nem fogsz rágyújtani. Ha mész az USA-ba, Londonból is kb. Olyan 6-7-8 óra, attól függ, melyik repülőtérre mész az USA-n belül. De ugyanez igaz Dél-Amerikára, az összesre, szóval... Kolumbiában nem szabad venni semmit, srácok. Kolumbiában nem szabad semmit venni. Sőt, ha Kolumbiába mész... Nem is érted mi. Ha Kolumbiába mész, és elhagyod a repülőteret akár 5 percre, onnantól számíthatsz rá, hogy itthon rendőrök fognak várni, és meg fogják kérdezni azt, hogy mit csináltál az 5 perc alatt. Szóval az ilyen veszélyesebb országok, ami drogkereskedéssel foglalkozik elég keményen, nem érdemes kijönni a repülőtérről. Szóval ezeket azért figyelembe kell venni. Meg hogyha olyan országon keresztül utazol, számíthatsz rá, hogy meg fognak állítani, és megkérdezik, hogy mit csináltál. No, de hát akkor felszálltál, leszálltál, ott vagy egy idegen országban, egy idegen repülőtéren, és ott mi a pálya? Ott mi következik? Hát, hogyha béreltél autót, akkor jól jártál. Érdemes azért hozzátenni azt, hogy ha autót bérelsz, akkor GPS-szel rendelkező autóval. Szóval foglalsz egy árkategóriában, ezzel lehet amúgy trükközni. Foglalsz egy árkategóriában egy autót. De nem mondtad, hogy GPS-szel szeretnéd. Megérkezel? Ez amúgy csak az ilyeneknél, mint Eurocar vagy a Blitznél működik. Oda mész és mondod nekik, hogy én GPS-szel szeretnék autót ebbe a kategóriába. Adni fognak neked egyet. Nem biztos, hogy abba a kategóriába. Vagy rosszul jársz vele, vagy jobban. Például nekünk volt olyan, hogy autót béreltünk, és egy Renault Captur-t akartak adni. De mi kértünk GPS-t, hogy legyen benne. Ugye a Renault Captur-ban is van, csak az egy más téma, az egy gamin. Meg az olyan hangja van, de legalább nem megy, szóval. Ez nagyon veszélyes. És akkor kaptunk egy hetes... Akkor ez is most nem a reklám helyett. Nem. Nem. Jó. Kaptunk egy hetes Golfot, egy GTD hetes Golfot, ami azért nem ugyanaz a kategória. Szóval a Renault Captur az szerintem maximum olyan 100 lóerő körül lehet. Nem tudom. De az a hetes Golf, az 250-nél az autópályán még gyorsult. Az nagyon kemény volt. Ha meg taxival akarsz menni, akkor érdemes, hogy tudjál nyelvet. Szóval ilyen helyekre úgy érdemes elindulni, hogy valami alapnyelvtudásod van. Igazából a taxisofőrök nagyon kifinomultak ilyen helyen, mert maradjunk annyiba, hogy ha mondjuk Németországban mész, német taxisofőrrel ritkán fogsz találkozni reptéren. Ez alapvető. Szóval ilyenekkel fogsz utazni, hogy törökök vagy... Hát mondjuk még Németországban azért ugye a migráció miatt elég sok az ilyen külföldi, afrikai, stb. Törzsgyökeres német, igen, árja német, fehér, szőke, kékszemű néger. Sok volt a nap. Na jó, és akkor szálloda. Hát ez attól függ, hogy milyen hotelt foglalsz. Németországban a hotelek kegyetlen rosszak. Ez,
háromcsillagos hotel az nem ér fel egy török háromcsillagos hotellel, szóval a török háromcsillagos hotel az olyan, mint Németországban egy négycsillagos. Ezt azért így kell számolni. A német hotelek általában kicsik, büdösek és kényelmetlenek. Igen, tehát ez nem biztos, hogy pozitív, de legalább tény. Hogyha hotel étterem van Németországban, háromcsillagos hotelnél, ajánlom, hogy más étterembe menjetek el. Nagyon ritka az, jó, én is voltam már olyan helyen, Heisenbergben, háromcsillagos hotel, zseniális volt, nagyon, nagyon király volt minden. Nagyon zseniális volt minden, de maga az étterem jó volt a hotelben. Nagyon, nagyon jó érzés volt ott lenni. Volt egy kis minigolf pálya a közelben, finom volt a kaja az étteremben, jó volt a szoba. Ez nagyon ritka Németországban. Értem. És De akkor... ez olyan például, hogy most, hogyha azt számolod, ami nekem nagyon, nagyon érdekes volt, ugye mindenki tudja, hogy milyen egy Hilton. Szóval, már hogyha ezt mondod, Egyébként úgy hogy mindenki tudja, szerintem rajtam kívül. Igen. a Hilton szállodalánc az egyik legrangosabb. Ezt úgy csak fel kell, igen. Törökországban egy Hilton olyan árban van, mint Németországban egy háromcsillagos. Az ilyen nem, nyilván nem Isztambulban. Isztambulban kurva drága minden. De egy ilyen városban, mint Eskişehir, hát az a Hilton, az egy Hilton volt, tényleg olyan felszereltségű is volt, nagyon kényelmes volt, nagyon, nagyon jó volt az ellátás, stb. Az étterem, jó, mondjuk az étteremben munkaruhába lemenni egy kicsit gázos volt, mert rajtam kívül mindenki öltönyben volt. Meg is kérdezték, hogy takarítani jöttem-e, de én enni akartam, akkor úgy döntöttem, hogy meg is átmegyek a szobámba és átöltözök. Tényleg jó, nagyon jó a Hiltonban lakni, egy élmény. Hát jó. Végül is akkor ezt a részt, hogy jócskának beszéltük. A következő utat kedden Belgium. Belgium. Igen. Ott még nem voltál. Nem. Hollandiában voltam már, Belgiumban még nem. Illetve az már voltam már Belgiumban, voltam Brüsszelben. Repülővel, ott szálltam át. Meg a holland kollégákkal átugrottunk egyszer Belgiumba. És ahogy tudom, találkozol velük Igen, igen, most. igen. Azért ez is ritka, hogy így újra találkozol Igen, de velük olyanokkal, már akik... azért ez lesz a hatodik alkalom azóta, hogy először voltam Hollandiában. Ez ilyen ritka dolog, de marha élvezetes. Ők már nagyon aranyosak. Ők voltak itt a nyáron. Tehát ilyen kapcsolatok is épülnek, aminek azért úgy van folytatása, meg van tovább. Na, nagyon hálás vagyok, hogy ezeket megosztottad velünk. És akkor jó utat neked. Köszönöm a Köszönöm. beszélgetést. Én is köszönöm.